Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás angyal számára. Kedves angyal, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és te szeretnéd tudni, hogy a lelki társad hogy gondol rád, mit érez irántad, mi a terve, és most ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ezen a képen látható egy park és egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged szimbolizál, és ez a férfi őt, a te lelki társadat. Az első kép itt bal oldalon, középen mutatja a te érzelmeidet. Itt a nap látható. Az szimbolizálja a te énedet, az életerődet, a kisugárzásodat. Megvan ez a magabiztonság. Te tudod, hogy hogy fognak alakulni a dolgok, mert bízol magadban, bízol benne a jövőben, és megvan ez a biztos fellépés. Azon kívül a szív melegsége, ez a vonzalom, ez a vonzó erő kettőtök között. És ebben bízhatsz. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatjuk a fő papot, és ő esküszik valamire. Lehet hinni a szavában, és így bízhatsz benne. Ha ő valamit közöl, akkor kimondja az igazságot, hihetsz ebben. Amit ez a kép még jelent, hogy ő komolyan vesz téged, hisz benned, hisz ebben a szerelemben. Arra is utalhat, hogy hisz az égi hatalomban, és abban, hogy a sors utatok kereszteződött, és ez a találkozás nem volt véletlen. Most megnézzük a te gondolataidat. Amiről elgondolkozhatsz, az pontosan az, amit ez a fiatal fiú nyújt számodra. Szimbolizál egy új kezdetet. De ez a fiú még olyan bizonytalan, kis lépésekkel halad előre, de ezek a kis lépések is célhoz vezetnek. A kezében van egy arany érem, az utal a föld elemére, tehát az, ahogy te elképzeled a dolgokat, vagy ahogy ő álmodozik rólad, vagy erről a szerelemről, ez megvalósul, mert a föld eleme mutatja a reális dolgokat. De légy annak tudatában, hogy ez a férfi nem fogja elsietni a dolgokat, mert biztos akar lenni magában. Amit még ez a kártya mutat, ez az arany érem, ez a tiéd, és ez jelenti a te értékeidet is. Te megérdemled ezt a szerelmet, higgy ebben, és higgy magadban, higgy a saját értékeidben is. Te is tudsz nyújtani valamit számára. Amit még ez az aranyérem jelent, ezek a pénzügyi dolgok, vagy a munkahelyed, ezek a gondolatok is foglalkoztatnak téged. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ezen a képen láthatunk egy tolvajt. Az lehet, hogy őt becsapták, vagy valamit elloptak tőle. Az is lehet, hogy ez a múltjára utal, hogy ő elveszített valamit vagy valakit, és megvannak itt a félelmek. Ezért nem lesz olyan gyorsan nyitott egy párkapcsolatra,
mert fél attól, hogy elveszít téged. És most megtekintjük nálad azt, mire számíthatsz a közeljövőben, kik vagy mi befolyásol téged. Ha megtekinted ezt a kártyát ott lent bal oldalon, akkor láthatod az érméket. Ez utal anyagiakra, a munkahelyedre, az értékekre, ez lehet belső érték is. Ez a hölgy téged szimbolizál, és te tekinted ezeket az érméket, ez olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa, és bámulod, hogy milyen szép. De ez nem te vagy, ez nem a te értéked, vagy tehetséged, vagy tudásod, hanem ezek mások. És te másokat csodálsz, másokat értékelsz, és te úgy gondolod, hogy ők jobbak, vagy tehetségesebbek, vagy szebbek, mint te. De neked is megvan a szépséged, neked is megvan a kisugárzásod, neked is megvan a tehetséged. Nem kell összehasonlítani magadat másokkal. Amit ez a kép mutat, tekints le a földre. Ott van előtted egy érem, az a tiéd. Vedd fel, és légy ennek tudatában. Te értékesebb vagy, mint mások. Én úgy gondolom, hogy ez a munkahelyeden történik így, és légy magabiztos. Ugyanúgy, ahogy a nap is mutatja. Legyen meg ez a kisugárzásod, ez a fellépésed, ez a magabiztonság a munkahelyeden is. Most megtekintjük az ő környezetét. Ki vagy mi hat rá? Ezen a kártyán ott lent jobb oldalon látható a sors kerék. Ez, amiben ő bízik. És hisz abban, hogy a ti kapcsolatotok, ez a találkozás nem volt véletlen, ez így van megírva a sorsok könyvében, és pontosan ebben bízik. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben, mire számíthatsz. Ezen a képen láthatóak a kelyhek. Az utal a víz elemére, és az jelenti az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat. Úgy is mondhatnám, hogy minden kehely egy álom. És itt két lehetőség van. Vagy hiszel az álmokban, a reményekben, akkor ez megvalósul. Ha viszont úgy gondolod, hogy ez egy illúzión, ebből nem lesz semmi, akkor az korlátoz téged, amire a 9-es szám utal. Át kell tenni magad ezeken, és erősítsd a hited. Higgy benned, higgy benne, higgy ebben a szeretetben, vagy az isteni hatalomban. Akkor átteszed magadat a bizonytalanságokon, és elindulhat a 10-es szám, ami egy új kezdetre utal, és egy álom megvalósul. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen láthatunk egy uralkodót. Ő biztos a dolgában. Megvan ez a tartása, ez a magabiztos, büszke tartás. Azon kívül uralkodik a helyzet felett, a gondolatai és az érzelmei felett is. Itt ebben a parkban van egy szökőkút, és ott látható ez a víz, mutat egy irányt, és az utal a jövőre.
megtekintjük azt, hogy mi várható a jövőben kettőtök között. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, ehhez nem kell túl sokat hozzáfűznöm, mert a kép magáról beszél, itt lesz egy szép szerelmi párkapcsolat. És ez a jövőtök. Kedves angyal, így tudtam leírni a helyzetet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!